Szezonális betegségek. Az év elején főként felső és alsó légúti megbetegedésekkel keresik fel a legtöbben az orvosokat. A változás éve volt, az önkormányzati szabályozás és irányítás alatt álló hulladékgazdálkodás állami feladat lett. Milliárdos beruházások, ipari park fejlesztés és bölcsöde építés is történt 2023-ban Kemecsén. Az év elején főként a szezonálisnak mondható felső és alsó légúti megbetegedésekkel keresik fel a legtöbben az orvosokat. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Mint Kis Csaba elmondta, az elmúlt napokban találkozott covidos és tüdőgyulladásos esetekkel is. A házi orvos felhívta a figyelmet a közösségi távolságtartás szabályainak betartásának és az immunrendszer megerősítésének a fontosságára. Teltház van a Kótai házi orvosi rendelő várójában. Az időjárás nem éppen a januárt idézi, túl vagyunk a sok találkozással járó ünnepi időszakon, talán ezek is közrejátszanak abban, hogy sokan várnak vizsgálatra. Mindenféle eredetű felső légúti, illetve néhány alsó légúti fertőzés a legjellemzőbb, amivel most jönnek. Ugye az ünnepi időszakban sokan látogatták össze-vissza a családokat, barátokat, jöttek össze a nagyobb társaságok szilveszterkor, tehát hiába szünet van az iskolában, óvodában, közösségekben a gyerekek nem találkoznak, de egyéb helyeken találkoznak egymással, és át tudják adni a fertőzéseket. Nyilván nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is egymásnak. Úgyhogy ennek megfelelően, ami ilyenkor így szezonálisan szóba jöhet, ilyen felső légúti kórokozó, abból gyakorlatilag mindenfélével találkozunk. Vannak COVID-fertőzötteink, vannak influenzás megbetegedések, illetve egyéb influenza-szerű vírusok okozta megbetegedések, RSV-fertőzés, de azért néhány bakteriális elég csúnya garatgyulladás, orr-melléküreggyulladás, sőt néhány tüdőgyulladás is előfordul. Amennyiben a kezdeti enyhébb tünetek súlyosabbá válnak, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Valójában gyerekeket, felnőtteket is érintenek, és azért felnőttek között is találkoztunk elég súlyos fertőzésekkel, volt olyan is, akit kórházba is kellett küldeni. Úgyhogy alapvetően, ugye, amíg csak enyhe tünetek vannak, egy egyszerű torokkaparás, vízszerű orrfolyás, egy kis levertség, hőemelkedés, addig valójában a tüneti terápián kívül ezek különösebb teendőt nem igényelnek, nyilván közösségben nem menjenek, hogy ne szórják szét a fertőzést, viszont hogyha súlyosabb tünetek vannak, magas láz, nagyfokú levertség, erős izomfájdalom, nagyon erős, főleg hurutos köhögés, akkor azért mindenképpen érdemes felkeresni a házi orvost azért, hogy eldöntsék, hogy mi is a megfelelő kezelés erre. A házi orvos a közösségi távolságtartás szabályainak betartása mellett felhívta a figyelmet a higiéni szabályok fontosságára, valamint elmondta, hogy az immunrendszer megerősítése is fontos a téli időszakban. Ajánlott a testmozgás és a vitaminok, főként a D-vitamin fogyasztása. Nagy beruházásokat valósított meg az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023-ban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési szilárd hulladékgazdálkodási társulás pályázott egy 7,5 milliárd forintos, úgynevezett kehopos támogatásra. Ebből tudtak új hulladékválogatót építeni Kisvárdán és Nagyecseden. A Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ pedig új optikai válogatóval bővült, ezzel pedig az ország egyik legnagyobb és legmodernebb létesítménye lett. A szokásos karácsonyfagyűjtő akcióval indult a 2023-as év az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél. Több mint 110 vágott fenyőt vitt be a lakosság a hulladékudvarba. Nem sokkal később pedig már a külön válogatott papír, műanyag, öblös üveg, fém, csomagolási hulladékot, valamint az italos kartondobozokat várták tavasszal a Hulladékért virágot akció keretein belül. Ahogy szinte minden évben, júniusban is tűzzel kellett megküzdeni az orosi telephelyen. Közel 500 négyzetméteren lángolt az összehordott hulladék egy öngyulladás következtében. És bár ezek alapján csendesnek tűnt az év első fele, a háttérben komoly munkák zajlottak. A első fél évben még az NHKV ZRT-vel voltunk kapcsolatban, ő volt a hulladékgazdálkodásnak úgymond a megrendelője, finanszírozója, második fél évtől pedig már a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT volt ez. Ez igen jelentős változást okozott társaságunk életébe, több szerződést kellett megkötnünk, újra kötnünk, más elszámolási alapra kellett átállnunk, tehát ez egy elég munkás év volt ebből a szempontból.
Ettől eltekintve, amit a lakosság észlelhetett mindenből, én nagyon remélem, hogy semmit nem vettek észre, tehát igyekeztünk a szolgáltatást ugyanúgy végezni, ahogy eddig az évek folyamán az előre kiadott hulladékgazdálkodási naptárak szerint végeztük a munkánkat, és ugye, mint ahogy azt mindenki észlelhette, a hulladék díja sem változott. 2023-ban változás volt több hulladéklerakóban is. Olyan korszerű központ épült például Kisvárdán, amelyben három oldalról zárt körülmények között tudják válogatni a szelektív hulladékot. Emellett szemétszállító autókat is vásároltak és beszereztek csaknem 100 000 darab kukát. Fejlesztés volt Nagyecseden is, itt új csarnokot adtak át novemberben, hogy szabályozottan és biztonságos körülmények között folytathassák a munkát a szakemberek. Hulladékkezelést, hasznosítást és ártalmatlanítást is végeznek a városban, ezzel 70 család megélhetése biztosított. A teljes kehopos projekt közel 7,5 milliárd forint, ennek keretében a nyíregyházi csarnok is bővült egy új optikai válogatóval, amelyben az infravörös szenzorok 90% fölötti pontossággal tudnak dolgozni, ha a hulladék minősége megfelelő, tehát csak csomagolási hulladék van benne. Ezzel a beruházással a nyíregyházi központ lett az ország egyik legnagyobb és legmodernebb hulladékkezelője. A rendszer finom hangolását azonban folyamatosan kell végezni. Azért ez nagyon komoly feladat, itt jelen pillanatban két válogató soron összesen átlagban 4 műszakban 100 embert megmozgatni, nekik munkát adni, a hulladékot bálázni, nyilvántartani, kiadni, stb. Tehát ez valószínű, hogy komolyabb feladat lesz a következő évben, mert hogy nőni fog a szelektív hulladéknak, illetve a kiadott hulladéknak is a mennyisége. Egyébként pedig jogszabályok alapján 2024-ben jelenleg úgy tűnik, hogy a közszolgáltatás, illetve közszolgáltatási résztvevékenység színvonala nem fog változni, amiket 23-ban csináltunk gyűjtést, azt fogjuk 24-ben is. Ami a lakosságot érinteni fogja, és ez egy nagy újdonság lesz, az a kötelező palack visszaváltási rendszer. Abba társaságunk nem igazán vesz részt, illetve annyiban vesz részt, hogy a újrahasználati pontokon begyűjtött, a visszaváltó pontokon begyűjtött palackok, ha minden jól megy, akkor itt kerülnek majd finom válogatásra. 2023-ban néhány százalékkal magasabb volt a szelektíven begyűjtött hulladékok aránya, mint a korábbi években. Ezt a növekvő tendenciát pedig szeretné a társaság folytatni 2024-ben is, hiszen ez azt jelenti, a lakosság tudatosabban válogat, elérik céljukat a szemléletformáló kampányok. Több mint 2 milliárd forint összértékű beruházás zárult 2023-ban Kemecsén. A Városipari Parkjának fejlesztése mellett egy bölcsőde is épült a városban. A jövőbeni tervek között egy új mentőállomás kialakítása is szerepel. Út, járda és vasúti átjáró. Augusztusban adták át ezt a több mint 1 milliárd forintos beruházást Kemecsén, amely az ipari park infrastruktúráját fejleszti. A beruházás hosszú távú célja a város gazdaságának fellendítése. 100 hektáros 1/1-es tulajdoni hányadban lévő ingatlan egységgel rendelkezünk. Ez egy egybefüggő terület, több kislet, kisebb alrészlettől 5 hektártól 20 hektárig terjedő terület. Ez egy ipari park nekünk, amelyben befektetőt szeretnénk idehozni, és munkahelyeket szeretnénk teremteni. Ez egy nagyon fontos lépés volt a település életében, hiszen hosszú-hosszú ideig tartott, amelyet ezeket az ingatlanokat össze tudtuk rendezni, és hozzáteszem, mindezt saját forrásból, tehát saját forrásunkból föl tudtuk vásárolni, ehhez 20 évre volt szükségünk. A fejlesztéstől a térség foglalkoztatottsági helyzetének javulását remélik. Az ipari park betelepítésének érdekében több céggel tárgyalt már az önkormányzat. Na most mi az elmúlt másfél esztendőben nagyon-nagyon sok tárgyalást folytattunk, itt a HIPA közreműködésével is jó részt. Kínai, koreai befektetők érkeztek, tájékozódtak, feltérképezték a területet, meg energia igényük van ugyebár ezeknek a befektetőknek, és eddig még döntések nem születtek, illetve van olyan jellegű problémánk, ami nagy-nagy probléma, ez nem csak nekünk, hanem ez Kelet-Magyarország problémája is. Ez itt értem a Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc tengelyt, hiszen Kemecse is ebbe a tengelybe foglalt helyet, hiszen határosak vagyunk Nyíregyházával. Ez azt jelenti, hogy az országos hálózat villamos energia teljesítménye nem elégséges ahhoz, hogy a befektetők részéről, befektetők, akik nálunk is érdeklődtek, ki tudjuk szolgálni őket villamos energiával. Itt a kormányzatnak kell egy fejlesztést végrehajtani.
2023-ban adták át a város korszerű bölcsödéjét. A több mint 1 milliárd forintos beruházást a helyi református egyházközség uniós és állami támogatásból, valamint saját forrásból építette. A 4 csoportszobás bölcsöde közel 50 férőhellyel és 11 fős személyzettel kezdte meg működését. A református egyház több korábban önkormányzati intézmény fenntartását vette át a várostól, megkönnyítve ezzel az önkormányzat gazdálkodását. Kemecse város önkormányzatát a beruházásokkal együtt egy 4 milliárd forinton felüli főösszeggel gazdálkodott, de hát a 4 milliárd forint az lényegében a beruházásokat teszi ki. Körülbelül egy 1,2 milliárd forint, ami működési költségünk, amellyel gazdálkodunk. Hozzá kell tennünk, hogy sok-sok intézményünket azt a református egyház tart fent. Itt többek között szeretném megemlíteni, hogy a szociális bentlakásos intézmény, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést az egyház, református egyház keretei között látjuk el, illetve a bölcsőde, óvoda és az általános iskolai oktatás nevelés is a református egyház keretei között zajlik. 2023-ban a belvárost érintő útfejlesztés is folytatódott, 2024-re pedig az egyik kiemelt cél, hogy elkezdődjön a régóta tervezett új mentőállomás építése. Gőzerővel készül a júniusi önkormányzati és európai parlamenti választásokra a Mi Hazánk mozgalom, hangzott el a párt pénteki sajtótájékoztatóján. Apát István elmondta, tapasztalt jelöltek mellett a lelkes fiatalok is helyet kapnak majd, ezzel biztosítva, hogy ők legyenek a legfelkészültebbek. A párt alelnöke kiemelte, 3 pillére lesz a tevékenységüknek, amellyel szeretnék felzárkóztatni Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyét. A megye egészségügyi helyzetének jelentős javítása, az első és legfontosabb, az egészség mindennek az alapja. Aztán a munkahely teremtés és a jóval magasabb megyei vagy vármegyei munkabérek elérése, és ezzel szoros összefüggésben végül, de nem utolsó sorban a mezőgazdasági feldolgozóipar legalább alapjainak a megteremtése, hiszen a megye adottságai nem akkumulátorgyár meg egyébhez hasonló beruházásokat igényelnek, hanem az itt megtermelt zöldségekre, gyümölcsökre, vagy a még esetleg fellelhető állattartásra alapozott feldolgozóipart kellene itt a megyében megteremteni. A jelennek meg a jövőnek vannak digitális útjai, mi pedig keressük a múlthoz vezető digitális utakat. Ezt mondta Kujbusné dr. Mecsei Éva a Levéltár 2023-as esztendejéről. Az igazgató hozzátette, bár az intézmény szolgáltatásai egész évben zavartalanul működtek, tavaly különösen hangsúlyossá vált az online tartott szakmai rendezvények mellett az, hogy a kutatók otthonról vagy épp a világ bármely pontjáról hozzá tudjanak férni az iratanyagokhoz. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei levéltára tavaly is egész évben várta az iratok iránt érdeklődő kutatókat, mondta el Kujbusné Mecsei Éva. Az igazgató úgy látja, az energiaárak okozta nehézségek ellenére zavartalan volt a levéltár működése. A levéltár a hagyomány és a megújulás harmóniájára törekedett ebben az évben, hiszen vannak évszázados feladataink, ilyen az iratőzés, feldolgozás, kutatók számára rendelkezésre bocsátás, ügyfelek számára információadás, ezek zavartalanok voltak, és igyekeztünk azokat a rendezvényeket, amelyeket korábban személyes jelenléttel tartottunk, azokat egy picit átterelni az online térbe, remélve, hogy akkor többekhez eljut és gyorsabban eljut. A levéltár szervezésében minden évben megtalálhatók a különböző szakmai témákat kibontó előadássorozatok, valamint a visszatérő rendezvények, mint például a levéltári nap, amelyre tavaly is nagy volt az érdeklődés. Nosztalgiáztunk, hiszen ez már a 30. levéltári nap volt. A 7. Ziglen sorozatunk az egy családtörténetet segítő sorozat. Most leginkább igyekeztünk bemutatni azokat, akik a családtörténeti kutatással foglalkoznak, mert korábban mi adtunk tanácsokat, mi tartottunk előadásokat, mutattunk be iratokat, most pedig úgy gondoltuk, hogy hadd beszéljen az, aki gyakorolja ezt a tevékenységet, és azt reméljük, hogy ezzel kedvet csinál, meg módszertani segítséget is ad mindazoknak, akik ezen az úton szeretnének elindulni.
Emellett a nyíregyházi levéltár több könyvbemutatónak is otthont adott, valamint online konferenciákat is szerveztek, amelyeket az intézmény YouTube csatornáján követhettek az érdeklődők. Jelennek meg a jövőnek vannak digitális útjai, mi pedig keressük a múlthoz vezető digitális utakat, úgyhogy ebben az évben a Magyar Nemzeti Levéltár, és így a mi intézményünk is igyekezett olyan segítséget nyújtani, ami online úton lehetővé teszi a karosszékből otthonról való kutatást. Az igazgató hozzátette, az e-levéltár.hu oldalon lévő információkhoz bárhonnan, bármikor hozzá lehet férni, illetve ki lehet kérni iratokat. Emellett pedig a levéltár munkatársai is szívesen állnak rendelkezésre, ha valaki meg szeretné ismerni jobban a családja, vagy épp Magyarország történetét. Ezúttal nem közönségszavazás alapján választották meg az év madarát. 2024-ben 50 éves a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A kerek évforduló alkalmából a szakemberek döntése alapján a kerecsen sólyom lett az év madara, amely az ornitológusok mai tudása szerint a turulmadár. Az 1980-as években hazánkban mindössze 10 pár fészkelt. A természetvédelmi tevékenységeknek köszönhetően ez a szám ma már közel 200. Ráadásul az Európai Unióban élő állománynak több mint 60%-a Magyarországon fészkel, és világszinten a Kárpát-medencei az egyetlen bizonyítottan stabil, enyhén növekvő állománya a fajnak. A kerecsen sólyom hazánkban fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke alapján a legmagasabb, 1 millió forintos kategóriába tartozik. A Madártani Egyesületnek több mint 30 területi szervezete, helyi csoportja van. A helyi csoportos kollégák nyilván több ilyen, illetve számos ilyen kerecsen megfigyelő túrát szervezhetnek az év folyamán. Ugye a kerecsen sólyom az idős állománya Magyarországon, tehát a fészkelő párok nem vonulnak. A fiatalokra jellemzőbb a kóborlás, tehát ezek a kerecsen sólyom a téli időszakban is itt van Magyarországon, tehát hogyha ebben az időszakban valaki érdeklődik mondjuk a helyi csoportjainknál, hogy szerveznek kirándulást, akkor azért jó eséllyel lehet látni vadászó kerecseneket, ugye szerencsére egész évben itt vannak a közelünkben, természetesen a fészkeket ugye szó szerint titkosan kezeli a rendszer, tehát ezeket alapvetően nem adjuk meg. Nem érdemes feszegetni a dolgot. Ugye a kerecsen az egyik legjobb, leginkább vágyott sólymászmadár. Magyarországon egyébként tilos kerecsennel sólymászni, még szaporított állományból származó más fajok esetében ez így probléma nélkül működik, tehát tenyésztői gyűrűs példányokkal sem lehet Magyarországon vadászni, de például az arab országokban hihetetlen értéke van. Ez a nagy érték, ugye ez azt is jelzi, hogy egy-egy fajnak, egy ilyen fajnak mondjuk az illegális kereskedelme is ugye veszélyeztető tényezőként merül fel. Ezért is van, hogy a kerecsen esetében ugye minden fokozottan védett madárfajunk esetében, de a kerecsen esetében kimondottan fontos, hogy maguk a fészkelőhelyek azok titokban maradjanak. Az elmúlt év végét portugáliai edzőtáborban töltötte, ezekben a hetekben viszont már hazai környezetben készül Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló rajthoz áll a nyíregyházi fedett pályás országos bajnokságon, majd a Békés Csabai 20 kilométeres OB-n szeretne olyan időt elérni, amivel közelebb kerül negyedik olimpiai szerepléséhez. Mediterrán környezetben töltötte a december nagy részét Helebrant Máté. A nyíregyházi atléta azonban nem nyaralni utazott Portugáliába, hanem az idei esztendő remélt sikereinek az alapjait rakta le Pokrovenszki József edzővel. A téli alapozásnak egy nagyon fontos szakaszában mentünk ki. Nekünk az elsődleges szempont ilyenkor az, hogy jó körülmények közt, lehetőleg jó időjárási körülmények közt tudjunk készülni, és ez a három hetes edzőtábor ez nagyon jó lehetőség volt arra, hogy ennek az alapozási időszaknak megfeleljen. Ez alatt a három hét alatt legalább annyit fejlődtem, mint hogyha itthon ebbe a hidegbe öt hét alatt fejlődtem volna. Minden edzést nagyon jól meg tudtunk csinálni. Napi két edzés volt, heti körülbelül 140-150 kilométert tudtunk gyalogolni, és nagyon jó állapotban jöttem haza. Most itthon vagyunk, itthon készülünk, viszont majd január közepén ismét majd vissza fogunk menni edzőtáborozni.
A nyíregyházi gyalogló és edzője szinte már hazajár Albufeirába, ami egyre népszerűbb az atléták körében. Itt található egy rendes 400 méteres, 8 pályás vadonatúj rekordtámpálya. Az utóbbi években nem volt teltház, most viszont folyamatosan teltházak vannak. Most decemberben is, amikor kint voltunk, norvégok, finnek, németek, franciák, és még spanyolok is voltak a szomszédos országból, szóval tényleg nagyon felkapott lett. Ezért kell már nekünk is jóval előre gondolkodni, hogy lefoglaljuk, hogy legyen helyünk. Így volt ez most is, bár most is annyi hiba lesz, hogy 5 hetet lettünk volna, viszont csak 3 hétre tudunk menni, pont amiatt, mert majd teltház lesz. Helebrant Máté eddig 3 olimpián állt rajthoz, és reményei szerint Párizsban is ott lesz a 20 kilométeres gyaloglás indulói között. Nálunk most a kvalifikáció szintek nagyon erősek lettek. 1 óra 20 perc, 10 másodpercet kellene gyalogolni, ami 1 perccel jobb majdnem, mint az országos csúcs. Erre most szerintem még nem lesz esélyem, de szerintem közel fogok kerülni hozzá, ami azért lesz jó, mert a világranglistán így előrébb tudok kerülni. Viszont a Római Európa bajnokságra már megvan a kvalifikáció szintem, ott már biztos induló vagyok. Ez 2 hónappal lesz korábban az olimpiánál, szóval bőven lesz idő mind a 2 versenyre szépen felkészülni. És hát ha minden jól sikerül, akkor ott az élmezőimben szeretnék majd végezni mindenképpen. Pokrovenszki József tanítványa idén először, február utolsó hétvégén a nyíregyházi fedettpályás országos bajnokságon az 5 kilométeres távon áll majd rajthoz. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba. Nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Január elején főként felső és alsó légúti megbetegedésekkel keresik fel a legtöbben az orvosokat. Kis Csaba házi orvos a megelőzés érdekében felhívta a figyelmet a közösségi távolságtartás szabályai betartásának és az immunrendszer megerősítésének a fontosságára. 2023 közepétől már nem önkormányzati, hanem állami feladat a hulladékkezelés. Ez volt az egyik legfontosabb változás az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Számára. Ebből azonban a lakosság szinte semmit nem érzékelt. Kisvárdán és Nagyecseden új csarnok épült, a nyíregyházi központ pedig optikai válogatóval bővült. Nagyszabású ipari parkfejlesztést fejeztek be Kemecsén 2023-ban. A több mint 1 milliárd forintos beruházásban a 100 hektáros területhez vezető út, járda és a vasúti átjáró is megépült. További jelentős fejlesztés volt az az új bölcsöde, amelyet a helyi református egyházközség több mint 1 milliárd forintos uniós és állami támogatásból, valamint saját forrásból épített. Önök január 5-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton krónikával, vasárnap pedig a gazdasági héttel várjuk Önöket, friss hírműsorral pedig majd legközelebb hétfőn este. Látogassanak el addig is weboldalunkra, ha van kedvük és idejük. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton borult lesz az idő, de a keleti ország részben lehetnek szakadozások a felhőzetben. Rövidebb időre a nap is kisüthet itt. Emellett több hullámban várható eső, zápor. Napközben 7-9 fokig melegszik fel a levegő, vasárnap pedig erősen felhős lesz az ég. Többfelé várható eső, melyet egyre nagyobb területen vegyes halmazállapotú csapadék, majd havazás vált fel. Napközben 4-6 fokot mérhetünk vasárnap.